Nos, hát sziasztok srácok, én Dezerfők. Elég furcsa amúgy újra belenézni a kamerában, alapvetően számomra rég volt az, én konkrétan belenéztem a kamerába, és akkor most így, akkor beszélek felétek. Nos, a helyzet az az, hogy megpróbáltam úgy, meg akartam próbálni úgy a nyáron, hogy ti ne vehessétek észre azt, hogy nekem rohadtul nincs időm semmire amúgy. Viszont az a baj, hogy ez nagyon feltűnően volt az, hogy végül is kiderült, hogy tényleg kurva nem volt időm semmire, és ez még mint így saját számomra is felmerült ez a probléma, hogy alapvetően tényleg nem volt időm semmire, meg így amikor volt, akkor meg tényleg úgy éreztem, hogy ez a nyár az ilyen baszottul unalmas, és úgy hiszem, hogy én szerintem jövőre ezt, hogy én hazajövök Magyarországra, én ezt a történetet ki fogom hagyni, és majd valahogy megpróbálom, hogy őszi szünetbe jövök haza, vagy valami, de mi ez a nyár sokkal jobban is tehetett volna szerintem, még otthon is. Nem arról beszélek, mert én otthon se szeretek azt, hogy gép előtt ülök egész nap, minden. Jó, úgymond kikapcsolódásnak jó, de 28 fok volt otthon, basszus, lemettem volna a strandra, nézhettem volna szép svéd lányokat, meg hasonlók. Meg elmehettem volna ezekkel azokkal ott is én igazából, de nem tudom. Az a baj, hogy nekem ez a magyar környezet, az a helyzet, hogy hogy fogalmazok, nagyon eltér már. És nem, miért mondom azt, hogy nagyon eltér, ez most nem akarok ilyen lehangolós videót csinálni, és amúgy tényleg voltak írt a kommentben, hogy én minden videómban mosolygok. Nem, sajnos ez nem így működik. A legtöbb videómban amúgy megpróbálok mosolyogni, és azt is azért, hogy akinek esetleg szar napja volt, vagy valami, az legalább ezt a kicsit így fokozzam az öröm állapotát, hogy fogalmazzak. De amit akartam mondani, hogy ez a magyar környezet, ez már nekem nagyon unszimpatikus ilyen szempontból, és nagyon különböző számomra a svédtől. Ugyanis ahol én lakok, itt nagyjából a közlekedés annyiból áll, hogy este 7-kor jön az utolsó busz, és reggel 5-kor megy az első. Ja, oké. És én elmegyek inni, le 4 kilométerre lévő másik városkába, ahol ugye ott vannak somáik is, meg minden. Akkor én hogy jövök haza? Most hazagyalogolok? Nem. Szóval ez nekem már kezdett alapvetően is furcsa lenni, hogy otthon nem az van, hogy hogy nincsen busz, mi az, nincsen busz, ott mindig van busz. Hajnali egykor ugyanúgy megy busz, mint nem tudom, mint reggel 5-kor nagyjából, szóval azért ott is ilyen lájtosabban mennek a buszok, de ja. Meg ott van mellettünk a vonat is ott, pedig alapvetően Svédországban ez egy elég kicsi városka, ahol én lakok, viszont amúgy nagy. Magyarországon ahhoz képest elég nagy város. Szóval igen, és mondom, hogy szerintem ez jövőre ez a kihagyás, mint például most, hogy ez a 2 hónap, 2,5 hónapot basszus már nem otthon voltam. Bocsánat, 2 voltam pontosabban itthon, 2 leszek. Ez teljes mértékben lesz szerintem jövőre felejtve, én ezt mondtam szüleimnek is, hogy figyeljetek, jó, nagyon szép történet az, hogy hazajövök a mamákat meglátogatni, meg mindent, de akkor inkább hazajövök egy tavaszi szünetbe, vagy bármi máskor, de én ilyet nem fogok csinálni, hogy nyáron hazajövök, mert most is basszom, nincs hol menjek, és unatkozok ilyenkor. Amikor meg elmegyek máshova, akkor meg nincs teljes mértékben időm, mert akkor egész nap el vagyok, értitek? Szóval ez a teljesen nagy szott probléma igazából számomra, hogy tulajdonképpen, hogyha van időm, akkor kurva sok van, és akkor unatkozok, akkor viszont kevés időm van, akkor meg tényleg olyan kurva kevés időm, hogy egyszerűen nincs másra időm. Még arra sincs időm sokszor, hogy megnézem a telefonomat. Szóval jövőre mindenféleképpen, aki már most így az elején elkezdte követni a csatornát,
annak így mondom, hogy jövőre ez, szerintem ez teljes mértékben el lesz felejtve. Lehetséges, hogy kevesebb videó lesz, mert jelen nyári munkára megyek, ugyan, de szerintem egy esténként a live-ok azok megmaradnak, szóval így is szerintem fel fogok tudni kelni 8 órára, 9 órára, szóval mondjuk ahogy láttam, most megnéztem ezt a svéd ilyen diákmunkavállalós papírt, ezért 10-kor kell kezdeni, szóval mondtam, ah, 10-kor, akkor meg egy jó reggeli croissant is belefér, meg ilyesmit, tudjátok. Szóval jövőre ez teljes mértékben el lesz felejtő, maximum augusztusban egy-két hétre hazajövök, de azt is csak azért, hogy a családot lássam végül is aztán annyi, mert úgy izgalmat, mondom, teljes mértékben sokkal jobban tehetett volna ez a nyár, és ja, szerintem sokkal jobban tehetett volna az ilyen. És meg lett a 300 plusz feliratkozó, amit nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Én ígértem egy giveaway-t, amit meg is fogok tartani. Viszont változott egy kicsit a terv, és én úgy fogom, hogy augusztus 14-én este, majd valahogy megpróbálom összehozni, én ugye 14-én vasárnap én megyek haza Svédországba, és majd akkor szeretném megtartani ezt a giveaway-t, mert otthon azért a jobb internet azért megmondjuk azt, hogy nem 3 óra feltölteni egy videót, hanem 10 perc, meg ilyesmik, ezért az sokat jelenti számomra. Szóval augusztus 14-én lesz az a giveaway. Aki régebb óta követi a csatornát, az tudja, hogy 3 darab skin lesz kisorsolva, egy AWP Vermgard Factory New, egy M4A4 Desert Storm Minimalver és egy AK47 Emerald Pinstripe Battle Scarred. Ezek lesznek kisorsolva, ez összesen nagyjából 3,5 euró talán. Ezek lesznek kisorsolva, nem sok, viszont nekem ennyi maradt a Chego skinjeinkből, szóval inkább akkor odaadom nektek, hogy titeket boldogítson, engem már ne. Nekem elég volt az 1500 óra a boldogítás nagyjából, szóval, ja. Illetve srácok, mindenféleképpen várom a kommenteket. Ez a videóm, hogy rohadtul nem lesz megvágva. Viszont várom a kommenteket, hogy milyen videót látnátok tőlem szívesen. I mean, milyen játékról inkább, mert a következő gameplay tartalom az már csak augusztusban lesz. És miért? Mert azért, mert nekem most amúgy rohadtul, az tényleg már idő megint azért, mert most nem tudom mikor tartom fel ezt a videót, 30-en esküvő van, utána ugye akkor egy nap még az ember úgy összeszedi magát, meg minden. Utána egy szabad nap, utána egy hét Olaszországba, és utána még marad nagyjából 4 vagy 3 napom, nagyjából itthon. Aztán utána meg megint megyek el, megyek haza Svédországba, és akkor ennyi. Szóval ez így nem éppen a legszerencsésebben jött ki, viszont ezen a teljes mértékben nem tudok mit tenni. Már csak azért se, mert rájöttem, hogy itthon teljesen jobban, teljes mértékben jobban átérezhető az, hogy minden, de minden kurva sok pénz. Vagyis számomra. Mert attól Svédországban én kapok havonta 400 koronát nagyjából, 400 koronát, 12-13 ezer forint, nem sok pénz, annyit kapok. És én ott olyan világban élek, hogy én ott nem költöm el azt a pénzt. Jó, elköltöm, de nyilván olyanokra költöttem eddig is, mint a gépen, meg ilyesmi. Most azt, hogy elmegyek a boltba, és akkor most veszek magamnak egy ilyen wasabi mixert, vagy nem tudom, tudjátok, ez ilyen dobozos, ilyen magyaró, meg mandula, meg ilyesmi szarok, tudjátok, ami rohadt csípősek. Rohadt csípős szó szól rajtuk. Na, olyanokat szoktam menni néha, de azt is csak 2 hetente egyszer, értitek, szóval. Nem tudom, én teljes mértékben ott, hál' Istennek elszoktam attól, hogy én mind itt, hogy akkor vegyünk chipset, vegyünk mindent, ígyunk, együnk, minden.
Meg itt teljes mértékben így jobban van az, hogy érzem azt, hogy itt az embernek, ha nincs pénze, akkor le van szarva. Nagyjából. Otthon mi van? Nincs pénzed? Hát bazd meg, így van. Ez olyan űrbe a gép elé, aztán érezzi a magadat, akkor nem tudsz mit csinálni. És amúgy igen. Mert most gondoljatok bele, 400 koronát kapok havonta. Abból 300... úgy 20 korona nagyjából ez a kis mix szarság. Akkor most gondoljatok el, mondjuk hetente eszek egyet, akkor az megint mennyi? Az 4 hét, 4x2, 80 korona. 80 korona az lófasz pénz nagyjából, hogyha belegondoltok. Jó, magyar pénz átszámítva már rohadt soknak tűnik, de úgy, na, nem. Szóval úgy, az a pénz úgy nem az. Teljesen más. És ezt most egy olyan embernek mondhatom, aki még az életében nem élt külföldön, és nekem is mondhatták, amíg én nem éltem külföldön, teljesen más az életviszonylatot, de tényleg ez van, rohadtul más az életviszonylat kint. Mert kint, bárhogy nézzük, jobb az élet. Bármit nézünk, jobb az élet, az a helyzet. Tényleg. És ja. Szóval, illetve otthon lehet, hogy az elkövetkezendő időkben lesz majd egy költözés. Most elmondom a megyének a nevét, most nem fogom megmondani, hol pontosan. A mi megyének a neve, ahol én lakok Svédországban, az Södermanland. És mi el akarunk költözni Ösmóba, az egy város, neki megmondom ugye a nevét. Ösmóba akarunk költözni, ami Stockholmtól durván 50 km, és ez miért lenne jó? Illetve nektek miért lenne jó? Jó azért lenne, mert egy apámnak nagyjából csak 3 megálló a pendeltóval, azaz gyors vonatta 3 megálló a munkáig, és nem több 100 km naponta, vagyis ért meg 100 km naponta, csak oda, és akkor megint vissza, mert apa Stockholmba dolgozik, szóval értetek. Illetve miért lenne jobb, hát persze ott van mellettünk Stockholm, mit vár az ember, hogy 1000 megás internet, meg ilyesmi, szóval az is, minél jobban bejemmész, annál jobb életviszonylataid vannak ilyen szempontból, nyilván drágábbak is a dolgok, de mármint a lakhatás, meg ilyesmi, értsétek, de mindenféleképpen én úgy vagyok vele, hogy az a város az tényleg kurva jó, és miért kurva jó? Nem tudom, hogy most mennyire fogok rasszistának tűnni ezzel a kijelentéssel, de ott nincsenek sötétek. Mondjuk ez nem rasszista kijelentés, mert igazából szerintem egy magyar se szeret, aki meg szereti, azt meg gratulálok, aztán menjen el Franciaországba, aztán robbangasson ő is, hogy ez a... hogy ott nincsenek arabok, szóval ott nem szeretik. Az a hely az, ahol nem is fogadják be, mert Svédország ugye egy kommunnek, egy közösségnek, magának ugye a város egy kommun, és annak kell befogadnia a... hogy ő most szeretne migránsokat ott a izéba, vagy nem szeretne. Nyilván, hogyha beszeretné őket engedni, akkor kap érte plusz pénzt, de ha beszeretné őket engedni, akkor kap érte plusz pénzt. Viszont, hogyha nem szeretné beengedni őket, akkor nyilván nem kap plusz pénzt. Viszont az Ösmóba mennénk, ez egy annyira egy kicsi városnak tűnik, szóval az egy ilyen lakótelep nagyjából. Jó, persze ott van minden nagy bolt, amit lehet, mert hát Stockholm közelébe van. Viszont az egy teljesen olyan, hogy anyám meg most voltak ott, és azt mondják, hogy nincs. Nem fogadják be őket. Egy magyar ismerősünk van ott, és ő ajánlotta azt, hogy nézzük meg azt. És hát ugye szüleim megnéztük, és azt mondják, hogy na, fiam, ez neked tetszene, és akkor még tetszene? Nincsenek ott ilyen színes bőrűek. Van jó internet? Van. Jó, holnap költözünk. Szóval, ja. Illetve
Srácok, írjátok meg, hogy szerintetek ti mennyire tartanátok számomra fontosnak azt, hogy én most vegyek egy stúdió mikrofont. Ja, by the way, ezt írjátok meg, aki végignézte a videót, azt írja most meg. Illetve azt szeretném mondani, hogy most hazamegyek, és venni fogok egy AMD FX 8320-at. 8320-at fogok venni, és miért fogok 8320-at venni? Azért, mert az egy 8 magas kurva AMD processzor, és én szeretném, hogy egy 8 magas AMD processzorom legyen, mert nem szeretnék többet a gépemre költeni, és amit a nyáron fogok költeni, vagy nyáron össze fogok szedni pénzt diákmunkából, úgy nagyjából, mert a svéd diákmunk annyit fizet, úgy nagyjából egy félmillió alaphangon, mármint forintba. Abban el szeretném majd itthon rakni az autójogosítványt, ugye akkor persze nyilván visszamenni Svédországba, mert itthon nem akarok én többet élni. És ja, a többi pénzt meg majd elbaszom kurvákra, vagy nem tudom. Nem tudok mit mondani erre, majd megtartom magamnak azt a pénzt, hogy felnőtt koromban tudjak magamnak venni egy autót esetleg. Viszont! Köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, kérlek szépen támogassatok egy lájkkal, és tudom, hogy rohadt hosszú lett ez a videó, viszont mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki még mindig nézi a csatornámat, illetve tényleg nagyon szépen köszönöm, aki itt van velem még mindig, és kövessétek a Facebook oldalt, ennyit tudok mondani, oda mindig, amikor történik valami, ki szoktam valamit írni, és jó nyaralást kívánok továbbra is. Én Desert voltam. Sziasztok! Nos, hát sziasztok srácok! Én Desert vagyok megint. Most igazából mennék enni alapvetően, viszont gondoltam, most ugye jött ilyen valós ez a szerencsejáték oldalakkal való ilyen dolog, ami úgy éreztem, hogy végül is egy ilyen vlog témát végül is megér. Mármint addig megéri, amíg igazából sütöm a kajámat.